Egy újonc számára nem az első, hanem a második éve nehezebb a magasabb osztályban. Ez a sportban sokat emlegetett tétel igazolódott be a kékcápák esetében. Bár az utolsó előtti fordulóig volt esély arra, hogy bennmaradjon a csapat az élvonalban, végül kiesett a Nyíregyháza. Az alapszakaszban 2 győzelem és 24 vereség, az alsóházi rájátszásban 2 győzelem és 8 vereség volt a szezon Pető Ákossal indító és Dárkó Radulovicsal befejező csapat mérlege. Mohácsi Máté szerint mindenkinek megvan a felelőssége a vártnál gyengébb szereplésben. Az embernek tükörbe kell nézni, nem csak a játékosoknak, nem csak az edzőknek, nem csak a szakmai stábnak, értelemszerűen nekem is kell egy számadást ilyenkor tartani. Én azt gondolom, hogy mindent megpróbáltam, mindent meg olyan dolgot, ami játékoscsere, edzőcsere, változás a szakmai stábban, magyarokban, légiósokban változtatás, de sajnos nem sült semmi. Ennek értelemszerűen vannak szakmai okai, illetve vannak financiális okai is. Én erre már korábban utaltam, hogy hasonló költségvetéssel vágtunk egy olyan szezonnak neki, ahol sokkal nagyobb költségvetésű csapatok is elcsúsztak. Ennek ugye több oka van. Egy Covid utáni tavalyi szezonban ebből az összegből viszonylag jó minőségű játékosokat lehetett igazolni, hiszen ők alig várták, hogy egy csapat leigazolja őket. Idén már teljesen más volt a piac, úgyhogy küzdöttünk ezzel, mint hogy több csapat is küzdött, de sajnos miénk lett az utolsó hely. Szobi Dániel csapatkapitány elmondta, bár mindent megpróbáltak annak érdekében, hogy elmozduljanak a tabella utolsó helyéről, ez végül kevésnek bizonyult. Voltak ennek szubjektív és objektív okai, nem szeretném azokat taglalni, amelyek nem a mi felelősségünk, úgyhogy egyértelműen ez nagyban a játékosok felelőssége is volt, meghatározó szinten. Sajnos ilyen a sport, igyekeztünk szezon közben változtatni, mindenféle csapaton belül megoldást találni arra, hogy mitől lehetnénk jobbak. Voltak nagyon jó periódusaink, de sajnos amikor a legfontosabb volt, azon a mérkőzésen nem tudtuk azt a szintet hozni, ami elvárható lett volna az első osztálybeli tagsághoz. A klubnál már előre tekintenek, az biztos, hogy új edző irányítja majd a csapatot, és elkezdődött a játékos keret kialakítása is. A másodosztályban egy légiós szerepelhet egy csapatban. Szeretnénk azokat a nyíregyházi játékosokat itt tartani, akik az elmúlt évben vagy elmúlt években már nyíregyháziak valhatják magukat, és vagy azok is, és sokat tettek ezért a klubbért. Első körben Szobi Dániellel és Vaskó Györgyel sikerült megállapodnunk a folytatásról. A célokat tekintve szeretnénk egy nagyon erős ütőképes csapatot összerakni. Nem látni még, hogy melyek azok a gárdák, akik szeretnének a feljutásért harcba lenni, esetlegesen ki is mondják azt, hogy fel akarnak jutni. Jelenleg nem sok ilyen van, úgyhogy ha esetlegesen van rá esély, akkor megragadnánk azt az alkalmat, hogy már első évben sikerüljön visszajutni, de nem ez az első és legfontosabb kimondott cél, hanem az, hogy egy nagyon fiatal, nyíregyházi kötődésű és abszolút harcolni akaró és kosárlabdázni tudó csapatot rakjunk össze. Július végén a hagyományos képzőtáborban már találkoznak a fiatal nyíregyházi kosarasok, majd augusztus 10-én elkezdődik a felkészülés. Idén is megrendezik a Sitkó Erdő emléktornát, a vezetők reményei szerint addigra végleges lesz a játékos keret is.